Ez ön postaládája. Feltétlenül a nevet tessék írni, mert egyébként postás nem fogja feltudni a levelet. Mutatja a Szollag Kft. Munkatársa Juditnak új önkormányzati lakásának postaládáját. A kisfiát egyedül nevelő édesanyja korábbi, szintén adományként felajánlott albérletéből költözik ide. Dominik nagy örömmel ment fel a lépcsőn, sőt, az ajtót is ő nyitotta ki. Ki akarod nyitni? Na, próbálj meg. Azt a betyár minden. Csodálkozással vette birtokba a kis garzont, megnézte az erkélyt, a kamrát, a beépített szekrény pedig kiváló búvóhely lesz számára. Én azt akarom, hogy itt legyen a fájra. Ott? Igen. Jó. És a tévé hol legyen? A fürdőszobás garzon hatalmas előrelépés a nehéz helyzetben lévő család számára. Jöttük a drágához, jöttük a lakáskulcsot, érezzük magukat otthonosan. A jegyzőkönyvek és a hivatalos papírok kitöltése után birtokba vették új otthonukat. Dominik még a kádba is bemászott. Nagyon örülünk neki, egy kicsit szorongok most, de majd időben be lesz rendezve minden. Már most kaptunk ágyat, úgyhogy nem kell a földön aludni, tévé van, úgyhogy másra nem is vágyunk. Azaz, dehogy nem. A szerény Judit ugyanis később elmondta, hogy még ebédet sem tud főzni Dominiknak, hiszen tésztája ugyan van, de edénye, kanala nincs. Függönyt kapott a munkahelyén, ágyneműje is volt, az ágyat pedig kapta. Bagi Barbarától kaptunk egy felajánlást, egy francia ágy és két hozzátartozó jeli szekrény kíséretében, aminek nagyon örültek a Juditék, hiszen nem nagyon volt, mint aludniuk. A szállítás pedig a sportcentrum jóvoltából tudtuk lebonyolítani a ma reggel folyamán. Háztartási eszközei, mosógépe, vasalója azonban nincs. A humán szolgáltató központ munkatársai bepakolták az ágyat és a ruhákat. Az új élet kialakításához azonban egy teljes lakás felszerelésre volna szüksége. A felajánlásokat a humánszolgáltató központban várják.